kérdek meg. Szandi Adinói, a vívásban nagyon tufi, sortust adnak, hívők ki nem kapnak. A Tomi nagyon flegma, ha nem fociszhat ma. Annak vizet borítani jól tud, ezzel a matekot is megúsztuk. Dia egész kombány, az esze nagyon jól vár. Rebeka, aki nem virág, mert ha így hívott, szemközt vár. A másik Adri, aki nem csonka, már a neve ezt mutatja. Nemze jól nyomja, névláncolása hobbija. Mendolin, kinek nevét kiejelte, nem is volt nehéz. Csengi az osztályban nagyon laza, ő rá sose jön a para. Álint a nagy kocka, suli után kockul ma. Biborka, aki csak Bibi, de a Bibikét nem kedveli. Imet kótolhatatlan, ő mindenben benne van.
Furcsa dolgok történnek. Hol? Tapolcán, a Bacsányi Gimiben, 9 B-ben. Mert mit csinálnak? Azt mondják, hogy ők maguk már is jönnek. Fönn. Barnabás a legveszélyesebb közülük. Mindig egy fura fegyverre jár. Csóka Barna és Bálint. Figyeljünk rájuk, mindig rosszban sántuk rá. Barbi és Levi, borzasztóan gyanúsak, valami rosszat ért. Nóri és Dorottya, rendkívül csendes. Máté, Bence és Patrik, tartsuk rajtuk a szemünket, veszélyes bandába jöttek. Ákos és Szára, Ákos a tanulás mastere, Szára csak szeretne a tanulás. Csángya és Niki, legjobb barátnő, de mindenki tart félve. Didi és Kitti, nagyon gyomorsak, ugye? Oda kell figyelni rájuk.
tegyük meg a 9-esek által vádolvált szabatást. Megkérem a 9. év folyamat, hogy várjatok ide a hordásban elé, ugyanis együtt fogjuk avatni a két osztályt. A neveteket külön kosarakban laktuk, és akkor fogjuk kiműzni, hogy ki melyik feladathoz fog jönni. Az első feladat egy versírás lesz, amit 4-4 fő fog majd nekünk prezentálni. És az ások kezdték ezt a prezentálást, az első név pedig Bogdán Laura, Ladányi Viborka a második, a harmadik Vörös Bálint Miklós, akkor majd hétfőn, helyette Pozakas Bence, Gabi nénik szuperhős, az osztálya nagyon erős. Szíve bátor, észben erős, ő egy igazi szuperhős. Mikor belép a terembe, minden fár vagyok, lehozom a négyhez összes csillagot, minden szempár rászegeződik, a figyelem róla áll a teremben. Gabi néni csodás, mert vele minden óra munkás. Angol tanít szuperhő, így mindenki tud felfertőd. 4 éve tanítja a 12. ház, túlélte a Krisztiánt meg a Bánt. Köszönjük, hogy türelemmel van hozzánk, csodáljuk, hogy eddig még nem akadt király. Megláttuk az angol tanárok gyöngyét, kikiáltott föld szuperhősként, és ábrázolnunk kellett Bent Bowmanként, szeret minket Jutka néni, mert nyomjuk mi a tanulásit, és olykor-olykor nyomjuk is a mulatásit. Szeretünk mi Jutka néni, ne haragjuk ránk, ígérjük, hogy 12-re mi leszünk a szuper osztály. Thank you.
elkövette azt a hatalmas gonoszságot, hogy velünk ünnepli itt a születésnapját, hogy Kardos Kriszti, légy szíves, gyere ide! Remélem, ezt jól mondom, hol eljön.
ő 15.000 forintot kap. Osztályból Tóth Eliza kap szintén 15.000 forintot. Lájer Dóra és Lenner Júlia a 11. A-ból 11.000 forintban. És Sebő Mánté a 10. A-ból 8.000 forintban. Várjuk a pályázatokat különbözőt. És akkor térjünk át a diákra, vidáman. Már egy volt, tehát a diák eredmény hirdetésére. Elsőként a legkevesebbet hiányzó osztálykap díjat. Ebben az esetben egy érdekes helyzet állt elő, mert a hiányzásban legkevesebbet, akik hiányoztak, már nem iskolák tanulói, ők a tavalyi 12B osztályosok. Egy tortában azért részesülhetnek, hogy gratulálunk nekik. Ezzel szeretnénk biztatni minden 12-es, hogy érdemes keveset hiányozni, visszamenőleg is lehet díjat nyerni. És szeretnénk az itt lévő legkevesebbet hiányzó osztályt is megjutalmazni. Ők kapnak egy oklevelet és egy zacskó cukorot hozzá. Ők a 11. A osztály. 11. A osztály, aki legyen szó, és 11. A. Dekorációs versenyeredmény is következik. A zsűrinek harmadik helyezettként legjobban tetszett a 9. A osztály dekorációja. A második helyzést ért el a 10. B osztály. A dekoráció igen. Nehezen fogunk választani, és a dekorációs verseny győztese a 11. B osztály. A legtöbb pontot 11B. Második helyezett lett a 12. A osztály. Vetélkedőt a 11. A osztály nyerte. Ők a professzionális táncokat is láttunk, hogy nem tudtunk dönteni, és felállítottunk egy más jellegű értékelést és kategorizálást. Így szeretnénk minden osztályt valamilyen módon jutalmazni, mert úgy gondolta a zsűri, hogy minden osztály megérdemli a produkciójára a jutalmat, amilyet természetesen a diák önkormányzat anyagi lehetőségei engednek. Szokásosan minden évben megválasztják a diákok a legkedveltebb tanárt. Ebben az évben a legkedveltebb tanárom Kocsis Bélánék.